Durr! Ez törökül azt jelenti, hogy stop. És te is állj meg egy pillanatra, hogyha online marketinggel foglalkozol. Van egy dolog, amit mindenféleképpen csinálnod kell. Pedig a transferünk mennyire laza. Valamint egy rockstar. Tartalom multiplikálása, azaz egy tartalomnak több felületen, több csatornán való felhasználása. Hiszen most hogy találkoztunk? Egy vlogot nézel a YouTube-on, esetleg Instagram story-ba, vagy IGTV-n nézed, de lehet, hogy ez csak egy sima Instagram poszt, amiből egy okosságot kiírtam, az is lehet, hogy a blogposztot olvasod, amire hirdetést terelek. Hallhatod, hogy már levegőt se kapok, mert annyi mindent lehet megcsinálni egy tartalomból. És a kérdés a következő. Kérdés a következő. Ha már úgyis annyi energiát fektetsz be a tartalmad gyártásába, lehet, hogy van egy marketing budget, lehet, hogy belső csapatod van, szövegírókkal, kreatívokkal vagy ügynökségekkel dolgozol együtt. És persze a reptér hangja. Az átgondolt stratégia, több csatorna. Ha ezeket mind megcsinod, akkor mi a fenének nem többszörözzük a tartalmat. Pontosan erről fogunk beszélni és megtanuljuk, hogy mi a legjobb módja ennek a marketing konferenciának a workshopján, ahol a tartalom többszörözése, tehát egy adott dolgot annyi minden más helyen is meg tudunk jeleníteni. És ez azért nagyon durva, mert igazából a disztribúció, a forgalomterelésnek ez szinte egy annyira low hanging fruit, tehát egy egyszerűen elérhető módja, amit hülyeség lenne nem megcsinálni, hiszen ha már egységbe kerül valaminek a legyártása, akkor 0,1 vagy 0,05, tehát annyival minimálisabb az az extra dolog, amit meg kell csinálni, és lehet, hogy pont egy olyan felületen fogunk találkozni a célcsoportunkkal, ahol nem is gondoltuk volna. Gary V megvan? Hát, hogyha nem ismeritek, akkor menjetek át a csatornájára, biztos örülni fog, hogyha tőlem pár ember oda átmegy, de szerintem, ha engem ismertek, akkor őt is. Na, ő mondja ezt az Inception-os, tudjátok, a Leonardo DiCaprio-s film, ahol az álom az álomban, az álomba van, hogy ilyen hatása van a tartalomnak, a multiplikálásának. Van egy blogposztja, amiben írja, hogy na, ez a tudathasadásos, mert ugyanis ez a blogposzt, amit olvasol, az egy videóból készült, amiből Instagram posztok voltak, de az egész videót amúgy egy konferencia előadásából vették ki, és így született meg az a blogposzt, amit most olvasunk. Na most! Felkészülni arra az előadásra, amit Gary Vee tartott, nagyon nehéz a több éves, sok éves tapasztalata és a konkrét közönség felé való üzenet átjuttatásának minden, amit meg kellett, hogy tegyen, az benne van. Az, hogy ott volt vele egy csapat, aki felvette az előadást, majd azt a nyersanyagot átküldték valakiknek, akik ebből blogposztokat csináltak, nyilván fotók is készültek, ebből lehetnek rövid klipek, lehetnek Instagram posztok, és ugyanez ez a blogposzt, amit amúgy belinkelek ide, azt pontosan erről szólt, hogy egyből mennyi mindent ki lehet hozni, és ez a disztribúciónak a lényege, ez az, aminek megvannak azok a stratégiai pontjai, hogy ami neked a legjobban fekszik, mindig abból induljál, és utána, mint egy ilyen mindmap elágazást meg lehet csinálni igazából, ez az egésznek a lényege. Nekem például a videós vagy hanganyagos beszéd megy a legjobban, és ebből annyi mindent lehet csinálni. És hogy hány verziója lehet ennek a tartalomnak? Ezt a videóhoz tartozó blogban összesíteni fogom és mindent berakok oda, ez itt van a leírásban, úgyhogy menjetek oda. De erről ugye a workshopon fogunk beszélni. Ahogy látjátok, éppen egy reptéren vagyok, innen csinálom ezt a videót, repülök haza, és remélem felkeltettem annyira az érdeklődéseket, így még jobb a fény is, hogy találkozunk a marketing konferencián és a workshopon is. Sziasztok!